Eddig ismeretlen okból kapott lángra egy garázs mart fűn. A tűz óriási sebességgel terjedt át a szomszédos mellék, majd főépületre, amelynek a tetőszerkezetét is elérte. A melléképület fődémje beszakadt. A nagyobb baj minden esetre nem sokon múlhatott. A helyszínen kiderült, a garázsban két gázpalackot is találtak, amelyeket már hőhatás is ért. Egy körülbelül 25 négyzetméter alapterületű, könnyű szerkezetes tároló épület, melléképület gyulladt ki martfűn a Petőfi Sándor utcában. A lángok tovább terjedtek a szomszédos, körülbelül 120 négyzetméteres épület tetőszerkezetére, illetve padlás terére is. Az esethez több városból, Tiszaföldvárról, Szolnokról, Szarvasról, Kunszentmártonból, Mezőtúrról érkeztek tűzoltók, akik a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása alatt összesen 6 vízsugárral avatkoztak be, illetve védték még az épületek azon részeit, amelyek még menthetőek voltak. A tűzoltók az oltás során a két épületből összesen 4 darab palackot hoztak ki, ezek között volt széndioxid, egészségügyi oxigén, propánbután, illetve egy argon palack is. A főépület, amelyre átterjedt a tűz, lakhatatlanná vált. Úgy tudjuk, a ház két lakója rokonokhoz költözött. Dr. Papantal polgármester elmondta, az önkormányzat azonnal felajánlotta a segítségét a károsultaknak. Egyelőre szakemberek elérhetőségeit osztották meg a lakókkal, akik a helyreállítási munkálatokban segíthetnek majd. A város első embere szerint tűz bárkinél előfordulhat, nagyon sajnálja az esetet, amennyiben viszont az építkezési szabályokat mindenki betartja, akkor az ehhez hasonló események talán elkerülhetőek lennének.